Sziasztok, Varga Tibor vagyok, ez itt az autovizsgálat.hu. A mai nap az autó szeretnék ejteni egy pár szót. Természetes élőhelyükön bárhol megtalálhatóak és rendkívül elterjedtek. Könnyen megismerhetitek őket, hiszen állandó véleménynyilvánítási kényszerük van, mindig biztosan tudják, hogy milyen autót ne vegyél. Teljesen biztosak benne, hogy a Ford a legrosszabb autó, vagy esetleg az Opel, vagy a Toyota, vagy a Peugeot, vagy a Citroën, ne vegyél franciát, ne vegyél németet, ne vegyél Japánt, ne vegyél Koreait, és ez a motor, vagy az a motor biztos, hogy rossz, és nálat fog tönkre menni, és az életedet rá fogod költeni. Természetesen a véleményük rendkívül megalapozott, hiszen már nekik is volt egy darab ilyen autójuk, sőt a szomszéd Feri is vásárolt egy ilyet, aki nagyon beszopta, mert külföldről behozta kevés kilométerre, mégis széthullott neki, úgyhogy ilyen autót messziről kerüljetek, és ez mindig pont olyan autó lesz, amit éppen kerestek. Az igazság az, hogy ennek a fajnak legtöbbször fogalma sincs az autókról. Mindig kérdezetek vissza, hogyha véleményt hallotok bárkitől, milyen szakmai tapasztalat alapján mondja ezt, hány darab ilyen autója volt, ő konkrétan hányszor javított ilyen autót, hányszor találkozott ezzel a problémával, a neten olvasta, mondta a szomszéd, vagy máshonnan hallotta? Tehát nem lehet véleményt alkotni egy-két autó problémájából. Ha autót szeretnétek vásárolni, kérdezzetek szakembereket, kérdezzétek meg az autószerelőtöket. Bár egy kicsit egyébként ők is elfogultak, ők pedig az autó Pont úgy vannak vele, mint az orvosok a kórházban, hogy mindig csak a beteg autókkal találkoznak. Aki használja azt az autót, amit ők éppen leszidnak vagy utálnak, és 3-5 évig, 7 évig gondtalanul autózik vele, azokkal nem igen találkoznak. Mindig a hibás problémás autókat. Egy kicsit kezeljétek ezt is azért fenntartásokkal, de sokkal jobban jártok, mint hogyha a szomszédot kérdezitek meg. Minket naponta tucatszor keresnek meg hasonló kérdésekkel, hogy a fórumon olvastam, hogy ez nem jó, ezt messzire kerülni kell. A kedvenc kérdésem pedig az, hogy kell-e ettől vagy attól félni. Hát félni mindentől lehet, lehet félni a farkastól, meg a világvégétől, meg a vulkánkitöréstől is, de nem kell félni, ezek használt autók, amiket kerestek ne gondoljátok, hogy hibátlanok lesztek. Minél előbb elfogadjátok ezt a tényt, annál hamarabb fogtok megfelelő autót találni magatoknak. És messziről kerüljétek az autórasszistákat. Egyébként az esetek többségében, amikor visszakérdezek én magam, hogy ez pontosan milyen alapon mondja, hogy például ne vegyünk teljesen mindegy micsodát, mondjuk Renault, akkor erre nincs észszerű szakmai válasz, csak az, hogy mert a franciák szarok. Vagy mert nekem is volt egy ilyen, és egyszer lerobbantam vele. Vagy a Karcsinak is volt ilyen a kórházból, és ő robbant levelet. Tehát Nincs értelmes magyarázat, csak vélemények vannak. Ugyanez a fórumok, ott is mindenki osztja az észt. Én azt gondolom, hogy a fórumokon a hangos kisebbség, az a 3-5% van, aki, aki kényszert érez arra, hogy megoszza a véleményét. A 95% nem fog irogatni. Szakmai tapasztalattal rendelkező emberek pedig pláne ritkán irogatnak fórumokra, megalapozott szakmai véleményeket, mert mindenki próbál vigyázni a hosszú évek alatt felgyülemlett meg megszerzett tapasztalataira. Úgyhogy minden ilyen információt, amit hallotok, fenntartással kezeljétek, és minél jobban olvastok utána valaminek, minél több véleményt fogtok kapni mindenféle autorasszistáktól, annál mélyebb vízbe fogtok evezni, és annál jobban süllyetek el a mocsárba, és fogalmatok se lesz, hogy milyen autót vásároljatok. Úgyhogy a végkövetkeztetés az, próbáljátok kerülni az autorasszistákat. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, iratkozzatok fel, lájkoljátok, meg osszátok meg a videóinkat, hogyha tetszett. Sziasztok!